Nem elég, hogy milyen kiváló dalok vannak a Sonic játékokban, még dalszöveggel is el vannak látva, például a Sonic Adventure 1 és 2-ben Tails-nek a dal a Believe in Myself, hogy hiszek magamban, az is kiváló dalok. Na de, a Frontiers a legutóbbi játék, ami megjelent, és a végén Sage-nek is van egy dala, amit énekelt. Én ezt szeretném most megnézni, mert eddig még ezt nem tettem, és ezért ezt behozom, és végignézzük ezt a Yes Man 10 nevű csatornán lehet megtekinteni, ott is van Yes Man 10, ők animálták ezt a dalszöveget, és ezért is nézzük meg ezt, mert szépen nem kell nagyon fülelni, mert néha nehogy rosszul hallanám ki a dalszöveget, itt lesz a dalszöveg közben, egyébként Queen készítette ezt a dalt. Sage-ről szól, és hát ahogy írja a címe is, tehát a címben is benne van, hogy spoilerek. Egyébként az Undefeatable, az is nagyon király dal, Find Your Flame, nagyon jó dalok vannak. A Frontiers-ben is, de bármelyik dalt, a Sonic Air-től kezdve, mert ott, szerintem ott volt az első ilyen dalszöveges. Lehet énekelni, hallgatni a rádióba, otthon, nagyon király. Dear Father, kedves édesapám, ez a címe a dalnak. Eggmanhez szól, Sage Eggmanhez, mert hogy, hát spoilerek, ez most én is mondom, hogy spoilerek, hogy hát Sage elvileg feláldozta magát, meghalt, de azért ő mégis egy mesterséges intelligencia, tehát ezt nem tudom, hogy hol, mikor írta Sage Eggmanhez, de azt tudom, hogy a stáblista végén Sage túlélt, mármint, hogy Eggman újra létrehozta, tehát nem tűnik el teljesen. Azt akarom elmondani neked. Mindent köszönök, amit adtál nekem. Valóban hiányozni fogsz nekem. Remélem nem haragszol rám, nem igaz, Sage! Ez tuti az akkor van, amikor éppen feláldozza magát, akkor gondolkozik ezen, vagy úgy énekli ezt, mert éppen mondta, hogy hiányozni fogsz nekem, tehát már tudja, hogy itt a vég, és az utolsó üzenete Sage-nek, ez az utolsó üzenete Eggmannek, Eggmanre gondol, hát ő volt mindene, tényleg az apja, meg úgy a lánya, az Eggman Mode, láttad azt a videót, az Eggman most összefoglalót? Eggman is azért úgy érzett Sage iránt, mintha a lánya lenne. Időbe tellett, míg rájöttem. A szívem olyan adatért van, amit nem tud megtenni. Nőnek az érzelmek bent. Hát ez a fura. Megtanítottál, mit jelent téged szeretni. Most már tudom. A szerelem, a szeretet gyönyörű. Most már tudom. Az okod, hogy miért? Miért folynak a könnyek a szemeimből? Ez a búcsú. Boldogan lettem a te készítményed, vagy létrehozott dolgot. A gyereked. Büszkévé akartalak tenni. Nem igaz. De jól tud énekelni. Bárcsak örökké maradhattam volna veled. Mert akkor egy család lehettünk volna. Ez lesz amúgy a következő is, Sonic. Visszajön Sage, és Eggman családot alapít, és boldogan élnek, hogy meg nem halnak. Sonicnak kell egy új... kell egy új jelenség. Szeretetből született család. Hát ez nagyon szép dal. Ne, legyen még második vers. Ja, még van valami. Jó. Még van valami. Még szerintem még lesz. Hát igen, ez tényleg mesterséges intelligencia alapján készült.
de valahogy az érzelmek is megtanította Eggman talán az érzelmekre, és akkor a szeretet. Ez az, amit felfedezett, és most már ez kölcsönös lett. Tehát szerintem Eggman hamarabb érzett szeretetet Sage iránt, mint fordítva. Remélem ugyanúgy érzed te is. Majd találkozunk legközelebb. Lehet Sage is gondolta, hogy újra lehet. Létre lehet hozni. Remélem ugyanúgy érzel. Ezért szívecske Sage-nek is a gyűjteni valós a cuccai. Mert emlékeztek szigetről szigetre, mindig kellett gyűjteni valamit. Amy-nél szívecske, Yao Tails-nél a csavarkulcs, Knuckles-nél a medál. Sage-nél megint a szívecske. Ez nagyon kedves volt. Sage üzenete Eggmannek ez volt a szeretet. Fú, remélem, hogy visszahozzák Sage-t és Eggmannel így együtt valami jó oldalra, vagy szerintem jöhetne megint valami más nagy gonosz, és akkor Sonic meg Eggman egyet, de hát lehet, hogy az már sokat gyára. De valami... nem tudom! Itt az eredeti, találkozunk legközelebb.